Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Pünkösd a szerelmen. Pünkösd az a pillanat, az a legszentebb pillanat, amikor a pünkösdi élményt az életemben megéltem, átéltem, az radikálisan megváltoztatta az életemet, és egy teljesen más szemszögből, más látásmódból másképpen láttam onnantól kezdve mindent. Nem tudtam én, hogy másképp fogok látni, de ez nagyon rövid időn belül kialakult, és azóta is változatlanul is évtizedek óta a pünkösd az életemben a legkedvesebb, és itt is pedig a legkedvesebb az Isten Szent Szelleme. Nem tudom megfogni, nem tudom megérinteni, de azt érzem, amikor beszél, érzem, amikor közel van hozzám, érzem, amikor megszólal, és nagyon-nagyon hálás vagyok érte. És az a vágyam, mint Mózesnek volt a vágya, hogy bárcsak Izrael minden fia beteljesedne Szent Szellemmel. Másik vágyam pedig az, amit Pál mond, hogy napról napra, újra meg újra teljesedjetek be Szent Szellemmel. Tegnap volt egy nagy örömöm, meglátogattam egy családot, miután hazajöttünk Nyíregyházáról, nem vettem haza az utamat, hanem egyből meglátogattam egy családot, és nem is tudom, 3, 4 vagy 5 órán keresztül, nem is tudom már mennyi volt, este lett belőle már, ránéztem az órára, és azt mondtam, hú, ti itthon vagytok, nekem már jól lenne hazamenni, reggel 4-9 óta úton vagyok, és nagy örömmel, igaz, most nincs ez a család itt közöttünk, de nagy örömmel mondta a feleség, hogy az elmúlt hetekben Isten betöltötte spontán Szent Szellemmel. És ezt is azt látom, hogy Isten meghallgatja és ráteszi az ő akaratában van az, amikor azt mondtuk ki, hogy ebben az évben minden olyan testvérünk, aki újjászületett, töltekezzen be Szent Szellemmel. Ne menjünk úgy át a 2014-es évben, hogyha te találkoztál Jézussal, behívtad az életedbe az Úr Jézus Krisztust, és bemerítkeztél, vagy lehet, hogy még nem merítkeztél be, de már benned van az Istennek, az a szellemének az a része, amely megtérést hozott, és újjászületést hozott az életedben, akkor beteljesedjél Szent Szellemmel. Újra, meg újra. Lényegében ez egy szerelmes járás az Istennel, ez egy fizikai megtapasztalása annak, hogy Isten van, létezik, működik, beszél, jelen van a világban, és mint ahogy Pál írja, egy zálog az életembe, és hogyha megszólít az Isten és magához hív, akkor a Szent Szellem elvisz, ha meg Jézus visszajön hamarabb a felhőkig, akkor meg a Szent Szellem az, aki fölemel erről a földről, és el fog vinni engem és téged is. Van egy vágy erre a szívetekben? Ha még ezt nem értétek meg, akkor ne felejtsétek el. Isten nem tett különbséget. Mindenki, aki kéri, kapja. Mindenki, aki vágy erre, előbb vagy utóbb megkapja. Dicsőség az Istennek, ez is egy csodálatos szerelem az életemben. Sokkal nagyobb kötelék ez.
és ez nem sértődik meg a feleségem, meg a családom, ha azt mondom, hogy sokkal erősebb kötelék az Istenhez való szerelmem, mint az egész családomhoz való szerelmem. Nem jutott el idáig a hang, de... Tehát, és ezt bátran merem vallani, és szívesen beszélek arról, és szeretem az Urat teljes szívemből, különösen akkor, amikor egy-egy újabb megélés, átélést ad, és el szoktam mondani Istenemnek, hogy ha fáradt vagyok, vagy leterhelnek, vagy kaptam egy-két nagy fülest az ördögtől, akkor vigasztaljon meg azzal, hogy egy új szerelmi élményt ad a Szent Szellemen keresztül, Szent Szellemmel együtt, amely teljesen annulálja, leüti mindazt, amit eddig az ördög tett az életemben. Annyi sok minden mondani valam van, hogy tudnék beszélni pár hétig, de most hogy szeretném a szívetekbe egy kis történelmi áttekintéssel menni, leginkább arra szeretném rátenni a hangsúlyt, a befejezésképpen, hogy a pogányoknak is van pünkösdjük. A pogányok pünkösdjére szeretném a hangsúlyt rátenni. Az első pünkösdi kitöltetés, amely, mit jelent a pünkösdi kitöltetés? Az azt jelenti, hogy Isten az ő szent szellemét megosztja velünk. Ez a pünkösdi kitöltetés, röviden. Hogy az ő szent szellemét megosztja bennünk, és azt vesszük észre, azt tapasztaljuk, hogy bennünk, rajtunk van az Úrnak szelleme. Ez a pünkösd. Röviden, egyszerűen lefordítva, fizikai megtapasztalása a szellemi Isten lényének. Ez a pünkösd napja. Ez a pünkösdi élmény, amikor a szellemi Isten, aki megfoghatatlan, aki láthatatlan, aki mindenütt jelen való, fizikálisan megérzem, átélem magamban. Ez a pünkösd. Nem tudom, hogy ti hogy éltétek meg, de ez a pünkösd. Olyan örömmel volt, azt mondta nekem tegnap az a testvérem, hogy úgy kezdődött, hogy fölhívtam egy atyafit, nincs itt az atyafitát, mondom a nevét, fölhívtam Greplé Zolit, és mondtam neki, hogy segítsen nekem, mert én szeretnék betöltekezni Szent Szellemmel. És mit mondott neked Greplé Zoli? Azt mondta, hogy hát imádkozom érte, telefonban imádkozott érte. És mit csinált? Mondott nekem egy szót, és azt mondta, adok neked egy szót. És adott nekem egy szót. És onnantól kezdve elindult minden. Mondom, halleluja, dicsőség az Úrnak. Sokféleképpen betölthet az Úr szelleme. És azóta mi történt? Azóta teljesen újra, más módon, mi módon, újabb és újabb módon betölt az Isten szelleme, és vele járok, élvezem az ő jelenlétét, és benne vagyok. Ez a mi testvérünk a jövő vasárnap szeretne majd bemerítkezni. Kész van arra, hogy bemerítkezzen. De menjünk az igéhez. Lehet, hogy neked is vannak ilyen élmények. Szükséges, hogy egyszer-egyszer ezeket a szellemi élményeket, hogy hogyan töltöd be Isten szellemével, újra meg újra elmondd, megoszd másokkal, és valld meg az Úrnak, hogy 116. Zsoltár szerint szeretlek, Uram. Mert amikor kiáltottam hozzád, akkor te odafordítottad a te füledet, és meghallgattál engem. Isten egy olyan féltékeny Isten, még egyszer mondom, aki nagyon-nagyon szereti azt, az ő gyermekei, az ő fiai négy szem közt elmondják néki, hogy szeretem őt.
Próbáld meg ezt egyszer. Próbáld meg, hogy olvasod az igédet, és egyszer csak becsukod a szemed, és elmondod az Úrnak, hogy szeretlek, Uram. Szeretlek, Uram. Meglátod, hogy mit fogsz átélni. Eljön hozzád az Úr, magához ölel, magához ragad. Egyszerűen átölel téged szellemben, átölel téged az egész lényedben, és ezt soha senki nem fogja tudni elvenni tőled. Soha senki. Teljes mértékben a szívem mélyéről beszélek nektek, nem érdekel, hogy ki mit gondol rólam, sosem érdekelt ebben a szempontból. Engem egy dolog érdekel, hogy szeretném minél többet megélni ezen a földön ezt a csodálatos szerelmet Istennel, és egy nap pedig színre meglátni őt. Egy nap. A Bibliámban, visszatérve az üzenetre, amit az Úr megvilágosított előttem, röviden szeretnék erről a három csodálatos pünkösdi eseményről nektek átadni, és a legvégén pedig kihangsúlyozni azt, hogy hogyan fordult Isten az ő egész lényével, az egész lényével a pogányokhoz. Hogyan fordult? Az Ószövetségben volt az első pünkösdi kitöltetés, a 4. Mózes könyvében a 11. részben olvashatjuk ezt, amikor Mózes belefáradt, megfáradt a dolgokba, és pedig Isten szelleme rajta volt, benne volt Mózesen, rajta volt, az egész lényével együtt Isten dicsérte Mózes, sokszor, nagyon sokszor, amikor fölment a hegyre, akkor ragyogott az arca, amikor Isten beszélt vele, és annyira ragyogott az arca, hogy a Mózes néző emberek nem tudtak az arcára nézni, hanem letakarták egy lepellel, egy átlátszó lepellel, hogy azon keresztül beszéljen hozzájuk, mert a jelenlétét érezték az Úr szellemének, és amikor az Úr jelenléte ott van, az Úr szelleme ott van, akkor bizony eszünkbe jutnak olyan dolgok, amelyek nem kedvesek, és legszívesebben megszabadulnánk tőle, vagy menekülnénk tőle. Elmenekülünk tőle messzebbre. És Mózes telve volt az Úr szellemével, és a 4. rész, 4. Mózes 11. részben azt mondja az Úr Mózesnek a 16. versben. Mondta pedig az Úr Mózesnek, gyűjts nekem egybe 70 férfiút Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy vénei a népnek, és annak elöljárói, vidd őket a gyülekezet sátorához, álljanak ott veled. Akkor alászállok és szólok ott velük, veled, és elszakasztok abból a szellemből, amely te rajtad van, és teszem őrejájuk, hogy viseljék te veled a népnek terhét, és ne viseljed te magad. Amen. Azt mondja Isten itt ezben a történetben Mózesnek, hogy vegyél elő, szedd össze 70-et. Ezek az emberek nem tudták, hogy mi lesz. Amikor Isten szellemét kérjük, hogy töltsön be minket, nem tudjuk, hogy mi lesz. Nem tudjuk, hogy fog megnyilvánulni. Egyszer van egy élményem, egy fiatal tinédzser fiúcskáért imádkoztunk, és volt két testvére, két lánytestvére, betöltötte a Szent Szellem az ima alatt, elég régen volt, biztos van már 20 éve is ennek a történetnek, és a fiúcskát pedig az olyan 7.-6. körüli lehetett, nem töltötte be a Szent Szellem. A következő héten a testnevelés órán a bordás falon tornáztak, egyszer csak betöltötte a Szent Szellem. A bordás falon. Na volt riadalom, mert szegényként nem tudta abba hagyni a beszédet. Körbeállták, nézték, mi van veled, minden. Leszállt a bordás falon, de csak beszél. Hát ez volt az ő pünkösdi első átélése,
hogy az egész iskola összecsődült. És így tudták földolgozni később azok a gyerekek, hogy néhány év múlva az édesanyjuk meghalt. És ha nem töltötte volna be őket a Szent Szellem, lehet, hogy nem is tudták volna elviselni. De az Úr gyermekei információ szerint ma is a hárman vannak, úgy emlékszem, háromféle gyülekezetben járnak, felnőtt emberek már, de Isten gyermekei. Dicsőség az Úrnak. Sokszor átéljük ezt, hogy imádkozunk emberekért, és más helyeken, más nyájban vannak, de a lényeg az, hogy a Krisztus testének tagjai. Dicsőség ezért Istennek. Itt olvasunk, azt olvasunk, hogy az Úr pedig alászállt a 23. versben, és akkor mondd az Úr Mózesnek, avagy megrövidülté az Úrnak keze, majd meglátod, beteljesedik én a néked az én beszédem, vagy nem. Kiment azért Mózes, és elmondta a népnek az Úr beszédét, és összegyűjtötte a 70 férfiút a nép vénei közül, és állatta őket a sátor körül. Akkor leszállt az Úr a felhőben, szólt néki, elszakasztott abból a szellemből, amely ő rajta volt, és adta a 70 férfiúra, mihely pedig megnyugodott rajtuk a szellem, mentem profétáltak, de nem többé. A két férfiú azonban elmaradt a táborban, egyiknek neve Eldád, a másiknak Médád, és ezeken is megnyugodott a szellem, mert azok is összeirattak közül való, de nem mentek el a sátorhoz, és mégis profétáltak a táborban. Elfutamodott azért egy ifjú, és megjelentette Mózesnek, és mondta, Eldád és Médád profétálnak a táborban. Akkor felelt Józsué, a Nun fia, Mózes szolgája, az ő választottai közül való, és mondta, Uram, Mózes, tiltsd meg őket! És felelt Mózes, ha vagy érettem, buzgókodol éj. Vaj, ha az Úrnak minden népe proféta volna, hogy adná az Úr az ő szellemét, őre járjuk. És ezután visszatért Mózes a táborba, és az Izrael fiai vele. Ez volt az első pünkösdi kitöltetés, amikor Isten az ő szelleméből elvett egy adagot Mózesről, és adta az embereknek azért, hogy bölcsességet kapjanak. Azért, hogy Isten szerint való dolgot tudjanak cselekedni, és átéljék azt az utat, azon út szerint járjanak, ahogy Mózes járt. Úgy cselekedjenek, ahogy Mózes cselekedett. Szeretném kihangsúlyozni. Nem Mózes cselekedett, hanem az Úr szelleme cselekedett. Nem Mózes vezette ki a népet, hanem az Úr vezette ki a népet Mózes által, az ő szelleme által. Nem Mózes fakasztott sziklából vizet, hanem az Úr szelleme fakasztott a sziklából vizet Mózes által. Nem te gyógyítasz. Nem te imádkozol, nem te harcolsz, hanem az Úr szelleme. És itt van a probléma, és itt van a kulcs. Itt van a kulcs mindennek, hogy az Úr szelleme, és ha meghalázzuk magunkat az Úr szelleme előtt, akkor tud minket használni. Akkor tudod átélni az Isten szerelmét. Másképp nem tudod átélni. Másképp úgy gondolod, hogy ez neked jár. Ez nem jár, ez egy ajándék. Ez egy ajándék. A szerelem az egy ajándék. Az keres, hogy kit találjon meg. A szerelem egy csodálatos ajándék. Az Úrnak ajándéka az Istennek szerelme. Az Úr pedig keresi és kutatja. Olvassátok csak el, milyen csodálatos az énekek éneke, hogy keresi és kutatja, hogy megtalálja az ő szerelmesét. Ugyanígy a Szent Szellem is ezen a földön keresi és kutatja, hogy kit találjon meg. Kit fog megtalálni? Aki teljes szívvel szereti Jézust. Egy kis gondolkodási szünetet hagytam. Kit fog megtalálni a Szent Szellem? Aki teljes szívvel szereti Jézust. Mert a Szent Szellem csak Jézusról beszél.
Csak Jézusról tesz bizonyság. Csak Jézusról tanít. Tehát nagyon csodálatos dolog ezt látni, és megérteni. Mi volt a különbség Mózes között, és mi volt a különbség Izrael fiai között? Izrael fiainak nem volt Szent Szellem. Nem volt. Mózesnek volt Szent Szelleme, és Mózes a 25. versben úgy olvassuk, hogy akkor leszállt az Úr a felhőben, és szakasztott abból a szellemből, amely Mózesen volt, és adta a 70 férfiúnak, és mihelyt megnyugovék ő rajtuk, a szellem menten profétálta. Megnyugovék. Mit jelent a megnyugovás? Az azt jelenti, hogy befogadom. Azt jelenti, hogy azt mondom, hogy oké, lakj nálam. Lakj nálam. Légy az én társam. Élj velem együtt. A Szent Szellem ilyen. Ismerek valakit, Istennek egy csodálatos prófétája, nagyon fiatalon, egy cigányleány, nagyon-nagyon fiatalon hívt el az Úr, lehet néhányan ismeritek is, talán Ilonka néni, az Úrnál van Ilonka néni, Juliska néni is ismeri, úgy hívják, hogy Algácsi Bolya, senki más talán nem ismeri, egy csodálatos hölgy, és egyszer azt mondottam neki, Ibolya, hol vannak az ajándékok, hol van a Szent Szellem? Hát azt mondja, nem gyakorolom. Nincs meg. Hát miért nem éleszted föl? Gyere, imádkozzunk. Hát ahhoz nagyon meg kéne változtatnom az életemet. Értitek? Nagyon meg kéne változtatnom az életemet. De hát miért nem változtatod meg? Gyere, menjünk az Úrhoz. Isten nem vonja vissza az ajándékot. Ott van. Parkoló pályára helyezted. Gyere, keltsük föl. Ébresszük föl. Gyere. De hol használja? Nem tartozom gyülekezetbe. Nem tartozom Isten népéhez. Hát mit csináljak vele? Értitek? Úgy olvassuk az igébe, hogy 103. Zsoltárnak a 103. Zsoltárnak egy igé verse nagyon csatlakozik ide, és nagyon szeretem ezt a igé verset, mert kifejezi, hogy mit jelent a Szent Szellemmel való járás. 103. Zsoltárnak a 7. verse így hangzik. Mózes látta az utat, míg Izrael fiai látták az ő cselekedeteit. A 7. vers a Károli fordításban így van. Megismertette az ő útjait Mózessel, Izrael fiaival pedig a cselekedeteit. Minden ember, akiben Isten Szent Szelleme benne lakik, az megismeri az utat. Minden ember, aki csak szereti Jézus, de Isten Szent Szelleme nem lakik benne, az csak látni fogja a cselekedeteket, és csodálkozni fog rajta. Jé, ez megtörtént. Milyen nagyszerű dolog, és örvendez. De saját maga nem tud az úton cselekedetekkel járni. Tehát az az ember ismeri meg, az az ember tudja, hogy hova és merre kell menni. Az az ember fog jó döntéseket hozni, aki Isten szellemével betöltekezik. Más emberben is ott van az Úrnak a vezetése. De csak utólag látja meg, hogy jó, hú, ez nagyszerű volt, ez az Úr vezetése volt. De előre látni a vezetést, előre látni az utat, előre tudni, hogy ez egy helyes út, előre tudni, hogy itt kell menni. Na ez a Szent Szellem vezetése. Mert ő Isten. Ő bennünk van. És ha hagyod, hogy ő dolgozzon, szolgáljon veled együtt, és betöltse a te egész lényedet, akkor tiéd a pünköst.
akkor neked van pünkösdő, akkor van valaki benne, akkor az a harmadik kötél, a hármas kötélnek ott van a harmadik ága, benned a Szent Szellem képében és jelenlétében. Ma, 21. században itt van a Szent Szellem. Jelen van. Jelen van. Él bennünk. Évszázadokon keresztül az egyházak letagadták, befalaszták, eltüntették, nem adták a kezükbe az embereknek az igét, ne fedezzék föl. De ma, mit mond a Jóel könyve? Kitöltöm az én szellememet mindenkire. Ez azt jelenti, hogy mindenki mindenkire. Akin pedig megnyugszik, az tud vele járni. Aki nem nyugszik meg, lesz egy egyszeri élménye, úgy, mint ezeknek az embereknek. És nem megy tovább. Értitek a különbséget, hogy mit jelent a különbség? Tehát Mózes látta az utat, Izrael fiai pedig látták az Isten cselekedeteit. Látni az utat, ez a legnagyobb áldás. Áldja meg minket az Úr, őrizze meg minket. Ez volt, sokszor volt ilyen kitöltetés az Úrszövetségben, sokszor volt ilyen, nagyon sokan kaptak az Úrszövetségben Szent Szellemet. Volt, akik hivatalból kaptak, voltak, akiket az Úr betöltötte, voltak, akik énekeket szereztek, királyok voltak, papok voltak, proféták voltak, Szent Szellemmel jártak. De kevesebb voltak az emberek, a mindennapi emberek közül olyanok, akik telve voltak Isten Szent Szellemével. Nagyon kevesebb voltak. Nagyon. Úgy mondja az ige, keresztelő János, így csak az erőszakosok tudták ezt megszerezni. De eljött az idő, és ez a második kitöltetés, ami szintén zsidókra vonatkozik, az apostolok cselekedetei második részében van leírva, az apostolok cselekedeteinek a második részéhez, ha fordítjátok a Bibliátokat, csodálatosan átélhetjük az Apcsel 2-ben, amely a mai napig is folyamatos megélés, átéléssel van bennünk az apostolok cselekedeteinek a második részben. Úgy olvassuk az igét, hogy Isten születésnapi ajándéka, a gyülekezet születésnapi ajándéka a Szent Szellem. Lényegében Isten királysága működött. Isten királysága működött az Ószövetségben. Isten királysága hoz, töltötte ki Mózesre és a többi emberekre, erre a 70-re az Isten Szent Szellemét. És Isten királysága, Isten országa hozta létre a gyülekezetet. Mégpedig úgy, hogy teljes mértékben eljött a Szent Szellem és lakozik itt közöttünk. Az Úr pedig lakozik közöttük. Az ige mondja, Jézus mondja, én pedig elmegyek ti hozzátok, és nálatok fogok lakni, veletek vacsorálok, és ti pedig az én népem lesztek. Dicsőség ezért az Úrnak. Az Úr Jézus, amik mielőtt elment, kétszer is, kettős megerősítésben is, le van írva az ige, az apostolok cselekedeteiben és a Lukács evangéliumánál, le van írva, hogy, és az Apcsában 8. rész, első rész 8. versében olvassuk, amely így hangzik, hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön rejátok, és lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint egész Júdeában és Samáriában, és a Földnek mind végső határáig. Dicsőség az Úrnak. És amikor ezeket mondotta, az ő láttukra fölemelkedett, és felhő fogta el őt az ő szemeik elől. És amint a szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, imé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is, Galileában férfiak, mit álltok itt nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki fölvitették tőletek a mennybe, aképpen jön el, amiképpen láttátok őt
felmenni a mennybe. Akkor megtértek Jeruzsálembe a hegyről, amely hivatik az olajfák hegyének, amely Jeruzsálem mellett van, egy szombat napi járóföldre. Ez körülbelül 900-1000 méter lehet ez a szombat napi járóföld. Jeruzsálemből a hegy tetejéről lejöttek a völgybe, a Kidron patakához, onnan pedig föl kellett menni Jeruzsálemből a másik hegynek a tetejére, és ott volt az ő szállásuk. Dicsőség ezért Istennek, ne nagy távolságokra gondolkodjatok, amikor ezeket a fizikai távolságokról beszél az ige. Mit is olvasunk itt? Amikor eljön a Szent Szellem rejátó, amikor Jézus elment és fölvitetett, ez csütörtöki napon volt, 10 nap múlva megérkezett a Szent Szellem. 10 nap múlva az apostolok cselekedete egy második részben így olvassuk. És amikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak a felházban, és lő nagy hirtelenségből az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelli az egész házat, ahol ültek, és megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindegyikre azok közül, és megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amit a Szent Szellem adta nékik szólniuk. Lakoztak pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Ezek utána pedig ez a zúgás lett, egybegyűlt a sokaság, megzavarodik, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Álmélkodtak mindnyájan, csodálkoztak mondván egymásnak, nem de galileaiak ezek? És mindennyájan, akik szólnak. Mi módon halljuk hát őket ki közülük a saját nyelvén, amelyben születtünk. Pártuszok, médek, elámíták, kik lakozunk Mezopotámiában, Júdeában, Kapadóciában, Pontuszban, Ázsiában, Frigiában, Pamfiliában, Egyiptomban, Libiának, tartományaiban, Ciréne mellett, vagy római jövevények, mint zsidók, mint prozeliták, krétaiak, arabok. Halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek csodálkozás, csodálatos dolgai. Álmélkodtak pedig, mindnyájan zavarban voltak egymásnak ezt mondván. Vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolódva mondának, édes bortól részegedtek meg. Eddig az igen. Ha ezeket megnézzük, itt különböző nemzetek vannak felsorolva. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ebből a nemzetekből nemzetek között élő, Jahvéban hívő zsidó emberek voltak jelen. Nehogy félreértsük azt, hogy ott volt egy csomó arab, ott volt egy csomó perzsa, csomó más nemzet fiai. Nem. Ezek az emberek, akik itt voltak, mind olyan ember volt, akik azért jöttek föl erre az ünnepre, ugyanis itt ez egy ünnep volt, amikor háromszor föl kellett menni a zsidó embereknek Jeruzsálembe, ez egy ünnep volt, egy ünnepi nap. A pünkös napja egy zsidó ünnepi nap, egy ószövetségi ünnepi nap, amikor föl kellett menni nekik Jeruzsálembe, és ott voltak, azért volt ilyen óriási tömeg. Isten nagyon nagyszerűen választotta ki a kitöltetések napját, sőt, megmondotta évezredekkel korábban, hogy ezek mikor fognak beteljesedni, mert az ószövetségi ünnepek az újszövetségi ünnepeknek az előképei. Tehát, amikor itt ezeket olvassuk, hogy különböző népek közül érkező népek a saját anyanyelvükön hallották az evangéliumot, illetve az ő nyelveken való imájukat, úgy imádkoztak Istenhez, azon a nyelven akkor ezek zsidó emberek voltak, vagy prozeliták voltak. Kik a prozeliták? Azok az emberek, akik Jahvéban hittek, akik körülmetélkedtek, akik zsidóvá váltak azért, mert megismerték, hogy nincs más Isten, csak Jahve. És ezek az emberek gyűltek össze a templomba és Jeruzsálembe, hogy hallgassák meg
az igét, amit beszéltek, amit hirdettek a papok, és eljöttek, hogy imádkozzanak. És ekkor történt ez a pünkösdi esemény, hogy a 120 ember pedig kiment az utcára, és ott elkezdtek beszélni mindegy-egy nyelven. És ami mellettük volt, az hallgatózott és hallotta, jé, hát ezek meg médül beszélnek, ezek meg perzsául beszélnek, ez libiai nyelven, ez arabul beszél, ez meg iráni nyelven beszél, ugye az irániak voltak a perzsák, stb. Tehát különböző nyelveken, Mezopotámiában lakunk, Judeában, Kapadóciában, tehát más-más nyelvekben élő, de Istenben hívő zsidókról van itt szó. Tehát Jahvéban hívő zsidókról van szó. Tehát lényegében akik itt hallották az evangéliumot, illetve Péternek később a harmadik részben, illetve a második részben már a prédikációját, ezek is zsidó emberek voltak. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az első másfél millió keresztény ember, akik Jézus behívták az életükbe, akik elfogadták, hogy Jézus a Mesiás, zsidó emberek voltak. És ezek az emberek, akik betöltekeztek Szent Szellemmel, azok az emberek betartották a zsidó törvényeket is. Zsidó étkezés szerint éltek, zsidó szokások szerint jártak a templomba, elmentek imádkozni, csak egy dolgot nem tettek, nem áldoztak. Mert az áldozatot Isten kivette a mélyük, az belsőjükből. Mert rádöbbentek arra, hogy az áldozat az Isten báránya megáldoztatott. Tehát itt van a különbség, hogy nem áldoztak, hanem mentek imádkozni, mentek a helyszínre. És mindegyik beszélt héberül is, mert ugye, ha megnézitek, a legtöbb zsidó a mai Magyarország területén is beszéli a héber nyelvet. Ha nem beszéli, akkor pedig beíratják héber iskolába, hogy megtanulja. Tehát újra van dicsőség Istennek ezért, hogy újra visszatértnek az ő anyanyelvükhöz. Tehát mit mond az írás? Jézus, amikor fölemeltetett, csütörtöki napon azt mondta nekik, maradjatok Jeruzsálembe, mert felruháztattok mennyei erővel. És nem mondtam nekik, hogy meddig maradjanak. Lehet, hogy gondolhattak volna rá, hogy 2 hétig, 3 hétig, 10 hétig, 1 évig. De 10 nap múlva megérkezett, és 120-an várták. Lehet, hogy 500-an kezdték. Lehet, hogy 5000-en kezdték. De 120-an maradtak, és ezt a 120 embert betöltötte Isten az ő szellemével. Teljes mértékben felruházta mennyei erővel. És megtapasztalták azt, hogy mit jelent az Istennek ereje, mit jelent a Szent Szellem. Mert amikor Jézus föltámadt, akkor is azt mondta, vettetek Szent Szellemet, azt mondták, nem is tudjuk mi az, és rájuk lehet. És vettek Szent Szellemet, de nem azt jelenti, hogy az egész lényük vetelt Szent Szellemben. Amikor a Szent Szellem Isten eljött, és engedelmes volt az atyai küldésnek, Jézus küldésének, onnantól kezdve történt meg minden csoda, minden nagy dolog. Mindaddig az Úr Jézus Krisztus ereje és hatalma végezte el a csodákat. Ugye amikor Jézus kiküldte a tanítványokat, hogy olvassuk az írásba, adott nekik hatalmat. Ugye? Adott nekik hatalmat az övéből. Az övéből. De amikor Jézus feltámadt és elment a mennybe, és elküldte a Szent Szellemet, onnantól kezdve a hatalom a Szent Szellemé. Onnantól kezdve a hatalom a Jézus nevében a Szent Szellemé. És minden ember, aki Jézus Krisztusban hisz, és behívja Jézust az életébe, és újjászületik, és betöltekezik Szent Szellemmel, annak hatalma van a gonosz felett. Így mondja az Isten igéje. Amen. Dicsőség ezért az Úrnak. Természetesen ezzel nem szabad visszaélni, és tudni kell, hogy hogyan kell ezzel élni. Tehát szeretném a szívetekre tenni mindezeket, hogy ugye Pál nagyon sok megvallást tesz. De miért?
miért teszi a megvallásokat? Egy az, hogy ő maga zsidó ember volt, tehát kettős mértékben kapta Istennek az erejét. Egy, mint zsidó ember, a másik pedig újjászületett zsidó ember volt. Filippi 4.13-ban hogy mondja? Mert mindenre van az erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát Istennel minden lehetséges nekem. Mindenben van erő a Krisztussal, aki engem megerősít. Tehát szeretném a szívetekre helyezni, hogy ezek az igék elkezdtek cselekedni. Tehát elkezdtek mozdulni, cselekedni. De Isten nem állt meg. Az Úr Jézus Krisztus, amikor fölment a hegyre, Jeruzsálem mellett az olajfák hegyére, akkor nem azt mondta, hogy csak Jeruzsálemben fogtok maradni, hanem ha visszafordítunk a Bibliába egy lapot, akkor azt olvastuk. Vesztek erőt, miten a Szent Szellem eljön rejátok, 8. versben van írva, és lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben. Ugye ez volt Péter meg a 120. Aztán lesztek nékem tanúim Judeában. Elkezdtek kimenni Judeába. Aztán lesztek nékem tanúim Samáriában. És lesztek nékem tanúim mind a végső határai. Kimentek Judeába. Judeába kezdtek tanítani. Ugye olvassuk az apostolok cselekedetei 3. részében, hogy Péter meg János reggel 9-kor mentek a templomba imádkozni, és kit találnak a templom bejáratánál? Egy koldust, aki nem tudott járni. Minden reggel letették oda, úgy mondhatom, hogy a koldus mafia lerakta oda, hogy igen, valószínű, hogy akkor is működött ez, hogy lehet, hogy ő tartotta el az egész családját, lehet, hogy rajta keresztül élt meg mindenki, lerakták oda, és gyűjtötte a pénzt. És mit mond? Mit mond Péter meg János? Sem aranyom, sem ezüstöm nincs. De amin van, azt adom neked. Amin van, a názareti Jézus nevében kelj föl és járj. És mit mondod? Add a kezed. És megfogta a kezét és felemelte. Felállította. És elindult járni. Tehát megindult az evangélium. Ugye ez már Judeát jelenti, mert ki tudja, hogy Judea melyik falujából hozták a templomba. Oda reggel. Lehet, hogy felültették a szamárra, és oda kötözték lenelsen, és reggelre már oda állították, hogy ott kolduljon. És meggyógyult ez az ember. Aztán a 6. vagy a 9. részben azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy Filipp, aki görög származású, nem jól mondom, aki görögül beszélő zsidó ember volt, görögül is beszélő zsidó ember volt, az lement Samáriába, és hirdette az evangéliumot Samáriába. A Samária beliek nem zsidók voltak, hanem olyan emberek voltak, olyan prazeliták voltak, akik befogadták Jahvét, elfogadták, hogy a zsidók istene az egyetlen Isten, körülmetélkedtek, de a samáriai belieket nem szerették a zsidók, nem akarták, hogy bemenjenek a templomba, de Filipp elment hozzájuk. Jézus 2 napot töltött náluk, és Samária bevette az evangéliumot, megtértek, és úgy olvassuk, hogy Pétert meg Jánost leküldték a tanítványok Jeruzsálemből, és Péter meg János lement Jeruzsálembe, és a samáriaiakat betöltötte a Szent Szellem. Ezt még el is fogadták, ugye? De történt valami. Megyünk tovább az apostolok cselekedeteibe, és az apostolok cselekedeteinek a 10. részéhez fordítottok, ugye megindultak a tanítványok, úgy olvassuk a 10. fejezetbe, hogy Péter elment Joppébe. Joppe a tengerpartján, a földközi tengerpartján levő kisváros volt, Jeruzsálemtől 80 kilométerre,
és oda ment le Joppébe Péter hirdetni az evangéliumot. És egy Simon nevű embernek a házánál lakott, aki bőrdíszműves volt, tehát bőrkészítő, bőrkikészítő volt, Tímár, tehát készítette a bárány vagy a szarvasmarha bőröket arra, hogy föl lehessen használni. És ugye sok víz kellett ehhez, ezért a tengerpartján volt a műhelye. És ennek az embernek a házánál lakott Joppéba, és hirdette az evangéliumot. Honnan tudjuk, hogy ezért ment oda? Azért ment oda, mert Joppéban ez a Simon befogadta az a Jézusról szóló beszédet. Sőt, úgy olvassuk, hogy Péter fölment a háznak a tetejére imádkozni reggel. És amikor fölment a ház tetejére imádkozni reggel, akkor egy angyal megjelent neki. És úgy olvassuk az igében, és szeretném, ha odafordítanátok a 10. részhez, és én ebből a fordításból, az új fordításból fogom olvasni, mert nagyon tetszik nekem ez az új fordítás. És nagyon keveset kell, hogy hozzászóljak, mert szép magyarul van áttéve, így hangzik a Apostol cselekedetei 10. rész. Cézarea városában élt egy Cornélius nevű római katonatiszt, aki századosi rangban szolgált, úgynevezett itáliai seregbe, ezredbe. Jó és istenfélő ember volt, és az egész családjával együtt az igaz Istent imádta. Gyakran osztogatott adományokat a szegényeknek, és állandóan Istenhez imádkozott. Egyik délután 3 óra körül látomást látott. Nyitott szemmel figyelte, amint Isten egyik angyala bejött hozzá, és megszólította, és mondta, Cornélius. Cornélius döbbenten merett rá, és rémülten kérdezte, mit kívánsz, Uram? Az angyal így válaszol. Isten meghallgatta az imádságodat, és jól látta a szegényeknek osztogatott adományaidat. Most azért küldj embereket Joppéba, hogy hívják ide azt a Simont, akit Péternek hívnak. Ő éppen a Simon nevű Tímár mesternél vendégeskedik, aki a tengerpartján lakik. Azután az angyal eltűnt, Cornélius magához hívta 2 szolgáját és egy katonát, a saját közeli segítői közül. Ez a katona is istenfélő ember volt. Mindent elmondott nekik, és elküldte őket Joppéba. Másnap délben Cornélius küldöttei már a város felé közeledtek, amikor Péter Joppéban, Simon házában felment imádkozni a ház tetőteraszára. Közben megéhezett, és szeretett volna enni valamit. Amíg az ebédet készítették, Péter látomást látott. Megnyílt az ég, és valami leereszkedett onnan. Egy nagy lepedő volt az, amelyen a 4 sarkánál fogva földre leeresztettek, éppen Péter elé. Mindenféle állat volt benne, 4 lábúak, csúszomászó, madarak. Azután egy hangot hallott, kelj föl Péter, vágd le őket, és egyél belőlük. Péter így válaszol, soha nem tennék ilyet, Uram. Nem ettem én soha olyat, amit a törvény szerint nem szabad megennünk, vagy ami tisztátalan. Akkor az a hang másodszor is szólt hozzá, amit Isten tisztává tett, azt te ne tekints tisztátalan. Ez még 2-szer megismétlődött, majd egész fölemelkedett az égbe. Péter még azon gondolkodott, hogy mit jelenthet ez a látomás, amikor megérkeztek a Cornélius küldöttei. Ott álltak a kapu előtt. Simon mester házát keresték. Bekiáltottak és megkérdezték, van-e ott egy Simon nevű vendég, akit Péternek hívnak? Péter ekközben még mindig a látomáson gondolkodott, de a Szent Szellem szólt hozzá. Figyelj rám, 3 férfiú keres téged. Kelj föl, menj le hozzájuk, én küldtem őket. Ezért ne kérdezz semmit, csak menj el velük. Péter lement a küldöttekhez, és ezt mondta, én vagyok, akit kerestek. Mondjátok el, miért jöttetek. Itt most megállom. Kedves gyülekezet, emlékeztek rá, mit olvastam? Azt olvastam az Ószövetségben, hogy Mózes látta az utat, a nép pedig látta Isten cselekedeteit.
Amikor valakit Isten szent szelleme betölt, az látja az utat. Nézzétek csak, Pétert betöltötte Isten szelleme az első zsidó pünkösdjét, a pünkös napját, amikor a gyülekezet megalakult. És néhány, ez körülbelül néhány év, egy-két év telhetett el ekkor már, néhány év múlva Péternek szól a Szent Szellem, hogy menj el ezen az uton. Tehát már Péter látja az utat, látja, hogy merre kell menni. Tehát vezeti a Szent Szellem. A Szent Szellemnek ilyen vezetése van. Sokszor, nagyon sokszor fölteszik a kérdést, ifjak, idősebbek, szabad nekem erre menni? A Kuwaitban élő fiam küldött egy SMS-t, apa, van egy ilyen gondom, kérdezzük meg az Urat, és légy segítségül nékem, csináljam vagy ne csináljam? Lépjek vagy ne lépjek? Jobb megkérdezni kétszer az Urat, mint egyszer rossz lépést tenni. Mert ő válaszol. És azt mondja az ige, én, figyeljétek, a 19. vers, Péter eközben még mindig a látomáson gondolkodott, de a Szent Szellem szólt hozzá, figyelj rám, három férfiú keres téged, kelj föl, menj le hozzájuk, én küldtem őket, ezért ne kérdezz semmit, csak menj velük. Péter lement a küldöttekhez, és ezt mondta, én vagyok, akit kerestek. És mondjátok el, miért jöttetek? És ők feleltek, Cornélius százados küldött bennünket, az igaz Isten félő, akiről az egész zsidó nép jó véleményel van. Egy szent angyal mondta neki látomásban, hogy hívjon meg téged a házába, és hallgassa meg, amit mondasz. Péter ekkor behívta a vendégül, látta őket. Másnap Péter útra kelt néhány testvér kíséretében, és elment velük. A következő nap megérkeztek Cézáreába. Közben Cornélius összehívta a rokonait, meg a legjobb barátait, és együtt várták Pétert. Amikor Péter belépett a házba, Cornélius elébe ment, és a lába elé borult, hogy imádja. Péter azonban felemelt, és ezt mondta, állj föl, hiszen én is csak ember vagyok. Azután beszélgetni kezdtek, beljebb mentek a házba. Amikor Péter meglátta, milyen sokan összegyűltek, ezt mondta, tudjátok, hogy nekünk zsidóknak tilos a nem zsidókkal barátkozni, vagy meglátogatni őket. Isten azonban megmutatta nekem, hogy senkit se tartsak közönségesnek, vagy tisztátalannak. Ezért, amikor meghívtatok, nem ellenkeztem, hanem eljöttem, most viszont hadd kérdezzem meg, miért hívtatok ide? Cornélius így válaszolt. Négy nappal ezelőtt, ugyanebben az időben, délután, 3 órakor a házamban imádkoztam, hirtelen megállt előttem egy férfiú, fénylő ruhában, és azt mondta, Isten meghallgatta imádságodat, látta a szegényeknek osztott adományodat, most azért küldj embereket Joppéba, hogy hívják ide azt a Simont, akit Péternek hívnak. Ő éppen egy Simon nevű tímásen mesterné vendégeskedik a tengerpartján. Ezért azonnal hozzád küldtem az embereimet, igazán kedves tőled, hogy eljöttél hozzám. Most pedig tehát mindannyian Isten előtt állunk, hogy meghallgassunk, amit Isten rád bízott és elmond. Kedves gyülekezet, milyen gyönyörű történet, ugye? A Szent Szellem nem változik ma sem. A Szent Szellem ugyanez ma is. Aki keresi őt, annak beszél. Azhoz, ahhoz szól, ahhoz oda megy, azt megvigasztalja, azt útmutatást ad neki. Azt Isten vezeti. És Péter azt mondja, most látom már, így van írva, Péter elkezdte a beszédet, most látom csak igazán, hogy nem személy válogató az Isten, hanem aki tiszteli az Isten, igazságosan él, és elfogadja bármilyen néphez tartozik is. Ti ismeritek az üzenetet, amelyet Isten küldött Izrael népének, az örömhírt, amelyet arról szól, hogy Jézus a Mesiás által kaphatunk békességet. Mert a Mesiás Jézus az Úr mindenek fölött. A 42. verset olvasom. Ő megparancsolta nekünk, hogy mondjuk el mindenkinek, és tanúskodjunk róla, hogy Isten őt választotta ki arra, hogy bírája legyen minden embernek, élőnek, halottnak egyaránt. Proféták is mind őróla tanúskodtak.
azt hirdették, hogy akik hisznek Jézusban, azoknak Isten megbocsátja a bűneiket. Miközben Péter még beszélt, a Szent Szellem leszállt mindenkire, akik Pétert hallgatták, a zsidó hívők, akik Péterre együtt jöttek, elcsodálkoztak azon, hogy Isten a más nemzethez tartozóknak is adta a Szent Szellem ajándékát. Mert hallották, hogy más nyelveken szólnak, és Isten dicsérik. Ekkor Péter ezt mondta, senki sem tilthatja meg nekik, hogy bemerítkezzenek, hiszen ők is ugyanúgy megkapták a Szent Szellemet, mint mi. Így aztán Péter így rendelkezett, hogy Cornélius meg a rokonai és barátai mind merítkezzenek be Jézus a Mesiás nevére. Így is történt. Azok pedig kérték Pétert, hogy maradjon velük még néhány napig. Az apostolok és a Judában élő testvérek megtudták, hogy a más nemzetben tartozók is elfogadták Isten üzenetét. Ezután Péter felment Jeruzsálembe. Ott egyes zsidó hívők személyre vetették, hogy más nemzethez tartozók házába mentél be, még együtt is ettél velük. Pont. Idáig olvasom. Na, elkezdődött a balhé. Ugyanis Isten Szent Szelleme kitöltetett a nem zsidókra. Isten Szent Szelleme kitöltetett a pogányokra, hozzá meg egy rómaira. Nem elég, hogy pogány, még római is. Tehát mit mond ez az ige nekünk? Azt mondja, aki keresi Istent, kutatja őt, és teljes szívvel keresi őt, teljes szívvel olvassa az Isten igéjét, annak ahhoz Isten küldöttet küld. Bárhol legyen, bárhol él, küldöttet küld, és ez most is így van. Isten küld, ha lát valahol egy ember, aki a kezébe veszi a Bibliát, nem véletlenül vannak a kórházakban Biblián, Gedeon Biblián kitéve. Nem véletlenül van minden hotelben Gedeon Biblia benne az asztal fiókban, hogy az emberek kivegyék. Nagyon sok embert hallottam már beszélni arról, hogy úgy tért meg, hogy egy Gedeon Bibliát olvasott. Dicsőség ezért Istennek. Aztán Isten küldött más szolgákat felé. Az ige teljesedik befele. Ugye? Előbb Jeruzsálemben, aztán Judeában, aztán Samáriában, aztán a Föld végső határáig. Mi volt Cézárea? Cézárea nem a zsidóknak épült város volt. Cézárea egy gyönyörű város volt, Heródes király építette a császár tiszteletére. Nagyon sok, úgy mondom, hogy más nemzetből levő ember lakott Cézáreában. Cézáreának a lakossága körülbelül 6000 fő volt. Gyönyörű színháza, vízvezetéke, hatalmas rendszere volt, gyönyörű helyen feküdt a tengerpartján, és egy római katonai helyőrség volt ott. Tehát egy olyan megerősített katonai bázis volt, ahonnan egész Júdeát, egész Izrael területét fennhatóság alatt tartották a rómaiak. És ide jött be az evangélium. Itt talált Isten egy embert, egy századost, aki megtért. Aztán a százados beszélt a katonáinak, és a katonák is megtértek. Igen ám, de eljött az idő, hogy Jahve minden dicsőséget átadjon Jézusnak. És ezért küldte, mert ez a római százados Jahvéhoz imádkozott. És ezért küldte Isten Pétert oda, hogy hirdessen neki az új szövetség üzenetét, hogy Jézus Krisztus a megváltó. Nézzétek meg, nincs szó a Szent Szellemről. Kiről beszél Péter? Jézusról. Kiről beszél a Szent Szellem? Jézusról. Nem azt mondja a Szent Szellem, az angyal, nem azt mondja, hogy majd fog a Szent Szellemről beszélni. Nem. Fog neked egy örömhírt mondani. Az örömhír pedig Jézus Krisztus. Sokszor eltévesztjük. Beszélünk a Szent Szellem dolgairól. Beszélünk a Szent Szellem ajándékairól.
beszélünk a Szent Szellem hatalmas dolgairól, hogy gyógyított, hogy cselekszik, mit csinál, és elfelejtünk Jézusról beszélni. A megoldás Jézus. Jézus az út. Jézus az, aki gyógyít. A Szent Szellem egy lépést visszalépett. A mi életünkben is ott van a Szent Szellem. Használ minket. De Jézus dicsőíti meg. Jézus emeli föl. Olyan sokszor, ha ferdebb dolgokat, ferdebb tanításokat, ferdebb bizonyságokat hallunk, hogy a Szent Szellem ezt tette, azt tette, azt tette. A Szent Szellem igen, így van, de Jézus Krisztus tette. Az ő nevében cselekedte. Értitek a lényeget? Mit jelent, hogy a Szent Szellem kitöltetett a pogányokra? Azt jelenti, hogy Kornélius házával, Kornélius népe, miután kitöltetett rájuk a Szent Szellem, megismerték Jézust. Megismerték, hogy ő a Mesiás. Megismerték, hogy ő a bűnbocsátó. Mert addig Kornélius háza imádkozott az Jahve Istenhez, hogy bocsássa meg a bűnét. Onnantól kezdve Kornélius Jézushoz imádkozott, hogy bocsássa meg az atya a bűnét. Légy segítségül nékem, Uram! És megbocsátottak a bűneim. Hogy mondja az írás? Péter pedig rendelkezett, hogy Kornélius egész háza népe merítkezzen be az új szövetségbe. Ez a két dolgot adta nekünk Jézus. A bemerítést és az új vacsorát. Bemerítkezett Kornélius egész háza népe. Péter meglepődött. Azt hitte, bement az előszobába, Kornélius letérdelt eléje. Nagy dolog, amikor az uralkodót jelképező százados egy írástudatlan zsidó, megvetett zsidó előtt letérdel és imádni akar, és fölemeli. És azt mondja, én is ember vagyok. Azért hívtalak, mert megjelent egy angyal nekem. És bemennek, és tele van a ház emberekkel. Micsoda evangelizáció volt. Micsoda, gondolom Péternek a szőrszálai felálltak. Uram, most segíts nekem, mit fogok én itt mondani? Nem is tudta. Azt kérdezi, mi az első kérdése? Miről beszéljek nektek? Miről beszéljek én ennyi pogánynak? Nekem nem is szabad lenne itt lenni. Értitek, érzitek a meghasonlást ebbe a törvény betartó, igaz, zsidó emberbe. Senki más nem tudja megtörni ezt, csak az Istennek a Szent Szelleme, az Úr Jézus Krisztus. És ez megtörténhet velünk is. Elvért Isten egy olyan tradicionális egyházba, ahol nem beszélnek semmilyen dologról, és neked pedig egyszer csak ki kell mondani, hogy Jézus Krisztus mit tett, és mit tud végezni Isten Szent Szelleme. Ma is ugyanaz az Isten, a mi Istenünk. Ma is ugyanaz a Szent Szellem, a mi Úrunk. Ma is itt van közöttünk, és a Szent Szellem a mi életünkben a záló. Tehát Kornélius háza, népe volt az első pogány kitöltetés helye. Nem tudni mennyien lehettek, 50-en, 60-an, 100-an, nincs leírva, de tele volt. És ezek a Cézáreában, a gyönyörű városban szétrajzottak és vitték, és mondták az evangéliumot, és beszéltek más nyelveken, és imádkoztak, és föltöltötte Isten a szellemüket. És terjedt az evangélium, Mentek tovább és tovább. Joppé és Cézárea kb. 60 kilométerre van egymástól. 60 kilométer. A katona, a százados szólt két katonának, meg egy hívő katonának, aki itt Istenben. Lóra, indulás. Menjetek! Péter volt esze, 6 embert vitt magával, majd később olvassuk az igében, 6 embert,
vagy cidrizett, hova menjek, hova kell nekem menni, vajon mi lesz? Nem mert ellenkezni a Szent Szellemnek. Elment hatok magával, bementek, és hatalmas nagy ébredést éltek meg. Hatalmas ébredést. Olyan ébredést, amely áttörő volt. És amikor onnan visszamennek Jeruzsálembe, mit kapnak legelőször? Hogy mertél bemenni? Zsidó léteres, ők még ettél is velük. És jön a konfrontáció. Jön a szembeállás. Hogy mertél olyan népek közé bemenni? Nem tudom, hogy te kaptál-e már ilyet. Nem is érdemli meg. Egyszer nekem ezt mondta egyik. Én ezeknek nem beszélek. Nem érdemlik meg, hogy beszéljek nekik. Hadd mondjam nektek, ez az ember ma már még az Isten közelébe sincs. Nincs. Azt mondta, ezek a cigányok nem érdemlik meg, hogy beszéljek nekik. Ezt mondta. Tessék? És ő is cigány volt, ugye ezt meg kell mondani. Ő is cigány volt, egy pásztor volt. Nem érdemlik meg. Néztem, és azt mondtam, Uram, hát honnan jött ez az ember? Hát hol vett ő kegyelmet? Itt ítélet lesz. Kik vagyunk mi, hogy azt mondjuk, hogy valaki nem érdemli meg az Isten beszédét? Sokan az életüket áldozták, odaadták azért, mert hirdették az evangéliumot. Sokakat lefejeztek, sokakat megöltek. Sok kínai testvérünk mártír halált halt. Sok arab országban levő testvéreink mártírt halálnak ma is, mert megvallják a Jézus nevét. Mert nem fogják be a szájukat. Péter azt mondta, most látom igazán, hogy Isten nem személyválogató. Aki tiszteli Istent és igazságosan él, azt ő elfogadja, bármilyen néphez tartozik is. Legyél te bármilyen nemzethez, néphez tartozó. Bármilyen. Egy személyes bizonyságot hadd mondjak el. Jetro fiam Kuwaitban él, és Kuwait állam az iszlám állam. És a Kuwaitban egyetlen egy gyülekezetet engedtek a hatóságok, Kuwait Citybe, a fővárosba, amelynek 22 ezer tagja van. 22 ezer hívő ember. Teljes evangéliumja, pünkösdi alapon, nyugvó, teljes evangéliumban, Szent Szellemmel betöltekezettek. És minden hónapban egyszer a vezető lelkipásztor, meg az iszlám imám, tehát a főpapja a kuwaiti iszlámnak találkoznak, és együtt ebédelnek. Minden hónapban egyszer, és egyik próbálja a másikat meggyőzni. Hirdetik egyik a másiknak az evangéliumot. Ez az egyetlen egy közös pont, amikor találkoznak. Nagyon jó dolog. Miért? Mert amikor közös találkozás van, akkor mint ember tisztelik egymást, mint embert. De hirdetik az Isten igazságát. És az evangélium erős. Az evangélium Isten ereje. És Isten gondoskodik arról, hogy ez az iszlám főpap meghallja az evangéliumot. Másképp nem hallja meg. Így meg kénytelen meghalad. Kénytelen elfogadni. Mert együtt ebédelnek. Tehát ma, 21. században még mindig igaz az ige. Menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket. Miért? Van egy mondás, egy újszülöttnek minden vicc új. Tehát az újszülötteknek mindig új az evangélium. Az újszülötteknek újra el kell mondani az evangéliumot. Az újszülötteknek újra el kell tenni. Nem fogadták el, amit te mondtál?
ne menj te újra, küld, imádkozz és küldj más valakit. Válasz ki valakit, mondd, beszéld meg vele, hogy elmennél az én barátomhoz, rokonomhoz, beszélnél neki Jézusról. Ezt nem mondd meg, hogy én küldtelek. Csak menj oda és beszélj vele. És ha áttörik az Isten, áttöri az Isten igéje a legkeményebb falat is. Dicsőség ezért Istennek. Szükségünk van arról, hogy kapjunk üzenetet a mennyből. A mennyből üzenetet csak a Szent Szellemen lehet, keresztül lehet kapni. Ma. Az Isten ír a beszéde, és a Szent Szellem napi kijelentése az, amely üzenetet ad nekünk a mennyből. Ne felejtsétek el, az Úr Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Salom bibliai gyülekezet motto vezérigéje. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindig ugyanaz. A pünkösd az Úr Jézus Krisztussal kötött szövetségnek a beteljesülése. Beteljesülése. Menjetek el, hirdessétek az evangéliumot. Az Úr pedig, hogy olvassuk a Márk 16-ban, kinyújtja az ő kezeit jelek és csodák által. Nem mi, az Úr pedig kinyújtja a kezeit jelek és csodák által. Amen. Legyetek áldva, testvéreim.